Kiosztásra kerültek a 2023. évi mecénás tehetséggondozó támogatások egy díjkiosztó keretében Szekszárdon. A mai díjátadón a város iskoláinak a diákjait és a felkészítő tanárokat díjaztuk. Ez nagyon-nagyon fontos a város életében, és a mai díjátadón tapasztalhattuk, hogy nagyon sok szép eredményeket érnek el az év során a diákok, tanulók és természetesen a felkészítő tanárok segítségével. Ez egy minden évben megismétlődő dolog. Gyurkovics János Szekszárd alpolgármestere hozzátette, a diákok elért helyezéseikkel tovább öregbítették a vármegye székhelyének hírnevét. Kaszás Edit pedagógus kihangsúlyozta, ez a fajta elismerés egy fontos visszajelzése a pedagógusi munkának is. Hát úgy gondolom, hogy ez is egy elismerés, és a mai világban ez már olyan kevésszer adatik meg, és jó érzés ezt megkapni. A Babits Mihály Kulturális Központban megrendezésre került eseményen 73 egyéni, 27 csapat és 56 felkészítő tanár mindösszesen 12 intézményből vehetett át jutalmat. Német nemzetiségi nyelvet tanulunk, és ez a rajzpályázat, ez egy német nemzetiségi rajzpályázat volt. Igazából a nagymamáink ételeit volt a mi kategóriánk, a mi témánk. Fontos volt, hogy megjelenítsük a rajzon azokat az ételeket, amit a svábok főzni szoktak, sütni szoktak. Fontos volt, hogy megjelenítsük a ruházatot, a berendezési tárgyakat, amelyet Emike nagyon szépen ábrázolt is a rajzán, így sikerült első helyezetnek lenni. A díjátadó ünnepségen Murvai Árpád, a Szekszárd megyei jogú város önkormányzatának oktatás, sport és ifjúsági bizottságának elnöke köszöntötte a tanulásban, diákolimpiákon, illetve a művészetek terén kiváló teljesítmény nyújtó diákokat. Nagyon örülök, hogy itt lehettem, és nagyon sokat készültem erre a rajzversenyre. Fontos volt, hogy megjelentsem rajta a sváb népviseletet, és anyukám is nagyon sokat segített benne, támogatott, hogy menni fog, a tanáraim is, főleg Edith néni. Nagyon-nagyon élveztem a rajzolással töltött időt, sok délutánon keresztül csináltuk. A város összesen 3.385.000 forinttal díjazta a kiváló eredményt elért diákokat és felkészítőiket.